Elnök úr. Köszönöm szépen. Hol az állatkereskedés? Elnézést, nem tudtál volna közelebb megállni? Tudja, van havas. Remélem jól van édesanyád. Kis kutya, no? Nem. Nem. Arra megyünk át így? Nem tudom, merre megyünk. Zseni vagy. És most ehhez mit kell még látod? Megveszünk kell, a madarat és kell a kabát zsebbe teszünk. Nem, kell a papagáj. Kell egy ketrec kalitka. Ketrec? Igen, kell neki a kis izé. Ilyen homok, meg kaja. Meg kaja. Az a kis mászkáló cucc. Meg az itató cucc. Úgyhogy amúgy nem kell sok egy papagájhoz. Figyelj, 150 ezer forintból megveszünk. Aha. Papagáj 3000. Jó, hát. Nem, papagáj 2006 vagy 3006. A ketrec az változó, nyilván tudsz nagyon drágán is venni. Meg nagyon drágán. Meg olcsón is. Meg drágán is. Meg olcsón is. Itt vagyunk? Ne, ott mi? Where? Nem. Gyerekek, hol van? Érünk oda. Ez olyan, mint az enyém. Hoppá. Kis Honda Dio, csak egy picit szétkapták. Ciad meg? Ciad meg jó? Ja. Hoppá, itt a lemezkuckó. Tudunk venni jó, új ez mód, modern nem az, ami nekünk Szabinak. Mert tudod, eltörtem, mondtam tegnap este. Ja, igen. Ja, mondtam. Gyerekek, figyeljetek már! Ez irgalmatlan f***ság van. Hagyjál már a hülyeségekkel! Tesó! Nem már! Biztos, hogy nem. De ott az autó is szerencsére, mert a 63 meg a 93 ugye az nem ugyanaz. 6-os, f***9-es. De jó. Annyira jó. Te vagy a legjobb tesó. Jó, igazán én szerettem volna, hogy egy kicsit sétáltunk. Én amondó vagyok, hogy megérkeztünk. Ott a díszállat. Úgyhogy bemegyünk és választunk egy papagáj. Díszhalmadár. Mi kell hozzá? Bányit felkészültél? Kell hozzá? Kell a papagáj. Kell a papagáj. Kell ketrez, meg kell neki itató. Itató. Etető. Etető. Szávaz. És még mi kell hozzá? Ismerősöd? Igen. Ha nem lesz sárga, akkor megyünk innen. Csak sárgát, mert osz is sárga volt. Jó napot! Jó napot! Jó napot! De szerintem meg találtuk a papagájokat. Sárga színű hullámos papagájt szeretnénk. Tessék! Akkor... És hál' Istennek van. Szabad! Hasonlító szenszor? Ők mennyi idősek? Tulajdonképpen ezek mind kölykök. Körülbelül 4 hetesek a odiállatosan. 4 hetes. De hát akkor azok még kamaszok? Még az se. Még az se. De melyik lehet? Melyik tetszik? Valamit tud beszélni, nem? Azt hiszem... Megláttam itt meg, igen. De azt hiszem, vagy a nőstény, vagy a hív. Hát a híveket szokás, igen, tárgyak igen? Van. És ő lehet tudni, hogy melyik? De a tojókat is megláttam itt, amit tesszük. A sárga például hív, vagy nőstény? Az egy leányzó, tehát tojó, az meg egy hív. Jó. A leányokat jobban szeretem. A leányokat jobban? Mohamó. De akkor legyen? Úristen, mondjuk az is nagyon szép, ami ott fent áll. Látod, amelyik fekete a feje, és van benne fehér. És ők hangot mennyit adnak? Nagyon sokat. De tényleg? Igen. Ami nekem volt régen, ők például nem adott ki egy árvaszt. Egyedül vannak a fiúk, miért nem viszünk inkább egy kamélyon? Nézd meg. Csöndes, itt kaparja fönt a... Nem. Nem? Amúgy az is nagy figura, de... Nézd, hogy csak... Repkelik nekünk. Vegyünk olyat, azok is tudnak sétálni. Mint a tyúkok. Na, sárga. Az lesz akkor kész. Dominik. Megvan. Az ja, de kell hozzá érni. Olyan. A cuccok. Hát akkor egy ilyen alapfelszerelést szeretnénk kérni hozzá. Jó. És akkor ezt nyilván nem én fizetem, ugye? De. Haver. Ja. Mit gondoltál? Jó. Igen. Drágább karitka nincs, ha már bányt fizet, így ilyen 150 ezer forintos jacuzzi van mindennel. És mit kell vele csinálni? De srácok, ugye nem fogtok szokni. Nem, megtanítjuk mindenre is. Azért mondjuk el, hogy az előző állatot is legalább tisztességesen tartottátok, csak ő elszökött. Igen. Már valaki felelőtlen volt. Meg kell szelídíteni. Amikor nem, megvettük Oszászt még annó, akkor emlékszem, hogy tényleg be kellett szelídíteni. Dominikot nagyon hamar megszerette, de minket nem, pedig én is próbáltam hozzá közeledni. Dominik egy fél órát összeszokott vele, és már rárepült a kezére, vagyis hát az ujjára, de nekem nem. Nekem nem. Először félnek a helyszínváltoztatás miatt, meg a környezet miatt. Igen, leopárgekból. Mennyibe kerül egy ilyen? A leopárgekból? Ez pedig 6500 forint.
Mert te így a zsebedből Rebekának kirakod az asztalra, hogy hallod? Egy új család. És ha veszek most egyet? Nem. Az kell ilyen terrárium. És velük jobban kell foglalkozni. Hát de én foglalkozom. Nem csak a kis haver. Vegyünk ilyet! Nem lesz egy szívószálladból. Hello! Nézd, válaszod. Igen. Rossz vagy? És 4 heteset, azok még úgy tanulnak, hogy... Igen, hát olyanok az agyok, mint a szivacs. Mint ja, amikor egy névre tanultál valamit, azt most meg 10-szer el kell olvasni. Feltettem a farkát a fejét. Már minden azt a farkát. Ez a lap. Ez micsoda? Ez a fürtösköles, ez a kedvencük. A magot az természetesen minden nap kell cserélni nekik, a homokot az a aljára lehet, az a emésztésükhöz is fontos, meg hát tisztán tartani könnyű. Ilyen kis itatót lennék az a milyen csövek. És hogyha kirakjuk, hogy itt voltunk az oázisba és itt vettük, akkor milyen kedvezményt kapunk? Akkor nagy százalékot lenni. Te is majd így megfogod. Nem is csíp. Egyébként azért már nagyon fülhetnek még. Még nem tudja, hogy mi a helyzet. Összefámolom. De? Ez a karácsony lenne nekem. És amúgy tényleg az van szinte már. Dominikot a következő 2 napra elveszítettük szerintem. Várjál, Bence! 48 000 forint. Jó, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A biznisz. Most kaptunk itt az úriembert. Kaptunk. Kedvezmény, köszönjük. Akkor szépen. Hol vagyunk? Még egyszer mondjuk el, köszönjük! Az Oázis díszállat kereskedésben vagyunk. Köszönjük szépen! Én köszönöm. A látogatást. Ha szeretnétek ti papagájtani, akkor csak teljesen vásároljatok. Így van. Légy szíves. Így van. És szeressétek. És tudjátok annyira, hogy mi kell nekik, mint én. A hideget nem szeretik, a húzatot nem szeretik, kell nekik homok. Bár mondjuk már egymilliószor elmondtuk, ez már lehet unalmas lesz nekik. Megszületett a vásárlás. Ja, köszönjük szépen. Vigyázz. További kellemes napot kívánunk. Szép napot, ha bármival érkezünk a segítséggel. Köszönjük. Na, megvan a papagáj. Lesokkoltam. Vajak vettetek egyébként? Nem hiszem, hogy elmegadhatok meg. Te fizetted. De jó. És menjünk vissza a lakásba, és mutassuk meg Rebekának szerintem, jó? De, figyeljetek, de... Gyorsan, mert megfázik! Oszász, bekötötted? Rossz vagy? Nem. Ezt fognak itt tanítani, rossz vagy! Ez a... Bocsánat. Ez az első szó, hogy rossz vagy. De közben légy szíves őt is, és majd küldjetek jelentést, hogy mi van vele, és ne puszt. Utána nem jössz föl? Nem úgy. Én már nem jövök fel. Az mennyire para lenne, ha felérünk, és így kiszedem a dobozba, és nem él. Izgatottak vagyunk? Csófi! Istenem, de jó. Jöhet újra betanítás, meg minden. Imádni fogom. Imádni. Az acskóba van? Igen. Ki akarsz szökni? Nem mozog már, akkor. Nagyon! Még tényleg megrán cigánszként. Nem bántjuk, nyugi, állatvédő, mi van? Wo-wo-wo, állatvédő. Wo-wo. Mozogsz már! Kapor! Kapirgál! Kapirgál! Rossz vagy! Rossz vagy! Freestyle-ba nyomom! Csöngetünk! És beengednek! Szevasztok! Mi a helyzet? Ennyire azért? Ne örülj nekünk! Rebeka! Mert hogy? Nézd, mit hoztunk! Ide! Hoztunk egy papagájt! De most mi történik? Hát szívem, kameraháború van most, vagy a te vlogodban megy, vagy a Brodára? Figyelj csak! Ilyen nincs, hogy vagy ide, vagy oda! Shut up! Muti! Real emotion! Nem, benne van a kicsibe! Hallod, 4 hetes. Te most szivatsz? Nem, tényleg. Jaj, légy, szed ki! Ja, de bár még nem szed, még először ugye össze kell rakni neki. Láttam az állatkereskedésbe. Igen. A láttam szőrös hörcsögöt. Láttam szőrös hörcsögöt. Mit láttam? Kaméleon. Nem kaméleont. Valami gyík. Nem tudom. Gekkót. Ami Lorettának van. Tudod, ez a kis... Aj. Tudod melyik? Ilyen izé farka van, ilyen kicsit ilyen duci farka van. Igen. Tudod melyik? Tök mindegy, hogy tudom-e, mi van vele. Akarok venni otthonra. Jó, vegyél. Azt mondták, hogy nem kell törődni vele, csak kaját adni, de én akarok törődni vele, ne értsetek félre. Csak... érted? Uh-huh. Tudod, mi a véleményed róla? Vehetek olyan állatot? Tényleg? Tényleg? Köszönöm. Na,
Az lehet a neve, hogy Rebeka. Most már kiszabadíthatom? Hogyha egy híkot nevezel el rólam, esküszöm, hogy fülest... Kiszabadíthatom még? Várj! Az elsőről én lemaradtam, úgyhogy ez nekem nagyon új. Esküszöm, hogy izgulok. És pici elvileg? Igen. De, hát nagy már, de úgy pici, hogy korban tehát most nagyon pici. Azért igen, ezt mondjuk ki egyébként, hogy most meg fog ijedni, mert a környezetét megváltoztatta. Ilyenkor nagyon vad. Tehát az első meg szerintem a második. Szerintem figyelnek, hogy nem lesz semmi baja. De óvatosan. Júj! Jaj, kint a farka. Hey! Visszamászik, de aranyos. Kölyök, visszamászol. Jaj! Jaj, de aranyos istenem! Isten! Szia, szépség! Nagy kienged véletlenül. Szia! Gyönyörű, esküszöm. Jaj, de szép ez sokkal szebb, mint az eredeti ott, vagy nem? Nem! Szia! Jaj, de cuki! Szia, baba! Jaj, jaj, látod rajta egyébként, hát látszik rajta egyébként, hogy szuszog, nagyon fél, hogy látod, hogy a tollán, hogy mennyire dobog a szél, mennyire kapkodja a levegőt. Amúgy hamar meg fog nyugodni az első. Hát, negyed óra volt kb. Olyasmi. Assess number two. Látszik amúgy, hogy menj, te is látod? Hogy én látom, de kamerán nem tessék, biztos, hogy látszik. Mi? Sok kér a kezemet. Jó. Jaj, Istenem. Ups. Trilex van. Iszit adj neki. Tényleg. Meg kell tölteni a... Kifügy, izét, rakjuk a házi pálezből. Ezt mondom én ezt is. Itt jó élet van a Brodapesten, rakjuk a házi pálezből. Szia, baba! Hello! Itt a papa. Jó! First one! Jó, kicsike! Nézd! Itt van a túljamon. Amondó vagyok, hogy menjünk fel a tetőre. Nézzük meg, hogy milyen hó van, és csináljunk egy hóembert. Mi van? Az a hóember lesz. Jó hóember lesz! A legjobb hóembert csináljuk meg, ami csak létezik. Szóval nem akarsz kijönni, mert félsz, hogy... Hogy mondják Magyarországon azt, amikor az osztálytársak kiviszik a csajokat, és... Megfürdetik. Úgy mondják Erdélyben is, csak én nem mertem mondani, mert ez furán hangzik amúgy. Hogy kimegyünk és megfürdetjük remekát. Ha megpróbálod, akkor le fogom venni a... Mert szerinted bántanálak? Jujjuj! Hello világ! Halihó villalakok! Csinálsz rólam egy képet? Csinálhatok. Úgy van, csösszétek szét a havat, nehogy lehessen még nagyobb hóembert építsek. Hát de most hova lépjünk? Nincs olyan hely, ahol nincs hó. Nice one. Így néz ki a világ! Tök jól néz ki egyébként, hogy végre van hó. Annyira vártam már, hogy legyen hó, hogy hihetetlen. Jaj, rá! Ez itt a Gütyüli Gang. Hát ilyen hülyeségeket kell csinálni ebben a sorozatban. Errefele nem divat a nagyvárosi slang. Egy normális ember kijön az erkélyre hóembert építeni? Ki? Ezért jó vlogolni, mert kényszeríted magad olyan dolgokra, amit amúgy nem tennél meg. Gyúródik a hóember. Mi ketten nézzük? Hát ez a... Én hozzá nem jól magyar munkaerő. Úristen! Mi van? Meg még hozzá, és... Oké, okay, köszönöm a lehetőséget. Ne menj már el, Rebeka! De Bence, fázom, folyik a könnyen. Én nyáron születtem, én ezt nem bírom. Hát ez egy elég. Jó test lesz. Szerintem jól néz ki, nem? Nem. De ahogy nem, jó az. Kész. Hát ez kettős hó ember. Két kombó. Hármas kell. Hármas kell? F***am. Látszik Dominikon, ahogy utálja ezt csinálni. Nem, szeretem. Tök jó lehet egyébként. De megvan a flash az egészben, végre esik a hó, nézed, hogy jön a karácsony. Igen. Én mondtam, hogy megéri összeköltözni, nem hittétek el nekem, mi van? Rebek az teljesen eltűnt, ő ledobta a láncot, ő nem nagyon bírja a havat, de én meg imádom, úgyhogy nem mindig kell találjon a párkapcsolat, a két ember egymással. Hú, hát ebből hogy jövök ki? Az ellentétek vonzák egymást így. Hogy? Az ellentétek vonzák egymást, így jössz ki belőle. Ok.
kész. De a feje kurva jó lett. Meg az alja. A közepe az nem olyan jó. Hát én ezt mondom, hogy az készen van. Hú, de jól néz ki! Amúgy még én kockasat csinálnék neki, de... De hagyjad már, tökéletes. Jó van, gratulálok, tesóm. Profi. Profi, hóember. Építő vagy. Adjatok neki nevet a komment részlegbe. Komment részlegbe, hogy pénisz csinálja-e neki. Arra gondoltam, hogyha már esett az eső, akkor menjünk el korcsolyázni. Mit szóltok? Tudtok korcsolyázni? Elméleti szinten igen. Hogy elméleti szinten? Hát vagy 10 évekor isztam utoljára. 10 éve korcsolyáztál utoljára? Ja. Hát Rebeka, december van, csak elmegy gyel a szerelmeddel. Hát elmenni elmegyek. Már indulj. Mondtam én, hogy texelnek mindig. Szóval, hogy persze elmentünk korcsolyázni. Ezt már nem mented meg. Dominik, tudsz korcsolyázni? Ne fárasszanak már mi. Mintha nem értenék mindez is. Korcsolyával, egy pörgőrugó. Mutasd meg, hogy csinálod korcsa nélkül. Figyelj, figyelj, Bruce Lee. Hoppá! Az a nem semmi. Ez az árnyékolyan, árnyékolyan! Ahol egyébként adott hozzá, úgyhogy összerántjuk a brigádot. Hát, ha Bálintot is el tudnánk csalni, és megyünk és korcsolyázunk egyet, gyertek velünk. Süti. Süti. Tehát még egyszer? Blogolj, te tesó, már én már annyit blogoltam, hogy... Hogy? Hogy te is legyél kamerán, ne csak én. Mi az? Hát akkor egészségünkre. Újabb jelenet, amit nem tudunk bevágni. Dehogy nem. Csak ki kell blőrözni. A sop... Elindul a brigád korcsolyázni. Sörrel a kézben. Nem mutatjuk. Dominik, kapd el. Úgyhogy elindulunk korcsolyázni, Bálint már lent vár minket, ő fog minket elvinni, és ott találkozhattok velünk, hogyha ti is ott vagytok, ha meg nem, akkor majd következőkor. Ez az. Itt van Bálint is! Szevasztok, csak nem látjátok egyébként. Elindulunk komótosan? Figyelj csak, én 10 valány éve nem korcsolyáztam, csak mondom. Tehát, hogy itt lehet, hogy ilyen papukát kiviszitek. Én megyek veled akkor, mert én 10 éve nem. Jó. Ott hátul is van világítás valahol. Mi van a Honda-val? Az nem, a Szotyi, tesó. A Szotyi? Az a Szotyi van, azt kínaiak csinálták az alkatrészből. Na jó, bejelentkezünk nektek a korcsolyapályára, és Bálintot megtanítjuk korcsolyázni. Megérkeztünk a helyszínre, német úr, már nagyon régen. Nem korcsolyázunk, megtanítjuk. Gyerekek, azt kérdeztétek, hogy Dominik, hogy a crossfit mire jó, hát papá, meddig tartja mi neked egy napig? Na, csak az erővét, csak az erővét. Csak bár Bálint adott nekem egy pulcsit, nagyon kedves volt, és ugye itt parkolóba levetközött, és láttuk, hogy a crossfit-a semmit nem ért az elmúlt egy évben. Csak a bunyóér valamit. Csak a bunyóér. Mert hát szökik ugye a... Bálna, mi van? Na és sundorögnek mögöttünk a többiek. Hol vagyunk? Hát mutassuk be. Bazilika. Ez, ez szép ez a bazilika, esküszöm. Mi ez? Városligeti műjégpályára kijöttünk. Srácok kitalálták, hogy korizni akarnak, és mondtam, hogy jövök, csak egy dolgot elfejtettem. Mi van? Átkerülünk itt a havason. Olyan, hogy nyári ciklőben vagyok. Egy dolgot elfejtettem, hogy én 15 éve nem korcsolyáztam. Ja, de el kell meséljem a sztorit. Amikor korcsolyáztam, akkor annyit mondtam egy sásznak, hogy de só, te tudsz korizni? Mondta, hogy igen. Figyelj, legyorsulak. Mondta, hogy igen? Igen. Na, mondom, nyomjuk. A pálya felénél én kifele egyenesedtem. Mert úgy éreztem, hogy nyertem, hátraestem, és szilánkosra törtem a kezemet. A srác ekkor odafarolt a fejemre egy kis jégdarát. 5 éve. És megalázott. Jégkorongozok. És tovább ment. Úgyhogy ennyi volt a pályafutásom. Ne haragudj, Dominik. Te benne vagy itt a... Ez az. Csinálj. Figyelj, úgy is láttuk már a segged a Brodapestbe, úgyhogy... Helyzet a következő, megpróbálom megtanítani Bálintot korcsolyázni, nem tudom mennyire fog menni. De tesó, én azt mondom, hogy csúszok egyet, megnézem milyen a jég, mert én nagyon sokáig korcsolyáztam, 10 valahány évet, minden egyes télen, minden egyes nap. És flex, és meg szeretném tanítani Bálintot korcsolyázni.
Benned van az erő. Látom rajta. Na menjél. Várjál. Nem röhögnék vele esetre. Új, Dominik. Na ne, nézd, ne. Jó, azt elmondanám, hogy nem ilyen korcsolyával korcsolyáztam. Tehát ez... Bence akkor is ugye úgy volt, hogy a magyar válogatottal együtt edzett, csak ő nem értem, hogy elkezdett vlogolni. Hagyjatok már, nem flexelni akartam, csak nem ilyen korcsolyával korcsolyáztam. Jó, nekem nem lehet egy bukót kérni. Tehát ezek a korcsolyák azért nem feltétlen versenyre készültek, semmi baj nincs velünk, csak az elmegyek. Na, remek, hogy gyere arrébb közben, hogy mások jönnének. Mondta, majd szilánkosra várta a vállát. Jössz velem egy lehet, kis szeretnél? Lehet, gyertek, csináljunk képet. Sziasztok, hello! És már le is támadtak. Megyetek ti, amíg itt fotózkodás van. Megyek egy tisztelt köszönöm. Hogy kell megállni? Geniál. Hogy kell megállni? Miért? Annyi van, hogy így feketenek. Mit? Zsenik vagy, top lányom. Na jó, hát ilyen a kielésen tudtam. Fiú, a testsúlyt azt így előre kell? Oszlass szét azt a testsúlyt! Amúgy ez a vonal, hogy amikor így fölkelek, akkor van egy ilyen szita-szita péntek szerelem csütörtök. Ezért kell, nem kell, nem is szabad, de azért egy kőműves aktimel előtte. Milyen befeszült a járás? Hát mert a nézés itt meg a járását. Rogyasszál, bocs! Húj. Rogyasszál! Csinálj úgy! Hogy érzed magad itt körülbelül 43 méter megtétele után itt a budapesti mélyikváján? Jó érzés! Köszönjük szépen! Köszönöm! Azt mondja, Brodapest lesz, mondom, az. Jó legyen, mint mindig! Ezt most mondtál? Ki kell ábrándítani, mert szar lesz! Te vagy a korcsolya pályának a sztárja! Hoppá! 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 Mik a trükkök? Hogy tud a gyerek? Hogy tud a gyerek? Zseniális alkotás. Szép. Jó védett zene, de azért jó lesz. Na, meg volt az első kör. Megálltunk egy Dezső Bence teára. Igen. Milyen a Dezső Bence tea itt pályán? Egy kicsit sötétebb, mint én a bogyóvajom. Gyertek. Hát túl vagyok az első körön. Hát itt mondják. Bence, légy szíves, milyen voltam? Én azt hittem, hogy sokkal rosszabb leszel, szóval meglepődtem. Dominik, hogy láttad? Tehát nem volt csetlés botlós, én azt mondom. Nem tudom, ha nem forgatnánk, tudja, hogy lehetődtem volna. De te ilyen békésebb, úgy szétütlek. Na, úgyhogy most ugye vissza, megnézzük, hogy hogy megy. Reveka, te kívülről nagyon parának éreztél? Hallod? Olyan lassan mentetek, azt sem láttam, hol vagytok. Bencét nagyon féltem, ugyanis Bencének volt egy pillanat, amikor láttam az arcán, hogy egy ilyen most hát mögé megyek és elkezdelek tolni. Rettegek tőle, rettegek. És így rogjál. Csak hogy végeztük a korcsolyázással is, pont mondta Dominik, hogy de jó, hogy megyünk haza már, hogy? Hát Oszasz már vár rám. Legalább ő vár rád, tesó, mert... És erre kérdezte Rebeka, hogy amúgy hogy jött az Oszasz név, és akkor most elmagyarázza. Na de miért Oszasz? Fogd meg a söröm. Fight! Mörgess ki! Tesó, föl kell nőni hamarabb, papa. Amúgy, ha nagyon akartam volna, pont ki tudtam volna szedni a lábam. Na, szedd ki inkább. Tehát, mi volt a kérdés? Miért Oszasz? Ja, miért Oszasz? Üljetek le, fiúi. Köri, add ide a... Tehát, ugye van egy színesbőrű úriember, afrikai úriember, aki... hát nem nagyon lehet kimondani a nevét, olyan hosszú. Igen, szerepelt egy videóban. Az a neve, hogy Uvuvevve, ennyit vevve, Uvimuvim Oszasz. És én meg ezt a nevet adtam. Csak a becézés az Oszasz. Igen. De hát maradjunk annál, hogy Oszasz. Értem! Nem láttad még azt a videót? Nem. Nem tudnál beszélni. Komolyan. Én ilyen műveletlen vagyok, ne haragudj. Te nem láttad még azt a videót? Nem. Jé, mi van, ti hol éltek? Ugye csak...
mi szokott lenni a kérdésed, amikor azt mondom, hogy nem ismertelek, mielőtt találkoztunk. Nálatok nincs internet. Innentől mire számítasz? Honnan tudom? Tényleg, ez is igaz, tényleg nincs internet. Örülök, hogy nem kellett téged. Köszönöm a... Vigyünk a kórházba. Köszönöm szépen. Örülök, hogy láttalak. Szevasztok. Örülök, hogy láttam. Csá! Örülök, hogy láttam. A szem a Bálint. Hozzád! Vigyázzatok! Félre az útba. Kinyithatom neked az ajtót, vagy kinyitás nélkül akarsz bemenni? Szema! Hello, szia, Szema! Hiányoztam? Meleged volt? Nem fázol? Nem fázol, ugye? Beraktad a fűtőtesthez, azt hittem, hogy sült csirke lesz, mire. Nem fázol, ugye? Én a fotózás készült, Dominikó.